Boldogan csóválják a farkukat az emberi közeledésre, és dideregnek a reggeli fagyban az alig néhány hetes kölyök kutyák a szekszárdi kutyamenhelyen. Az állatokat egy férfi vitte oda. A menhelyet vezető Fiát Szilvia hiába magyarázta, hogy veszélyes hely oltatlan kiskutyáknak a menhely, megbetegedhetnek, akár el is pusztulhatnak. A férfi nem értette meg. Ezért átvették a négylábúakat, csináltak nekik helyet az ősz óta zsúfolt helyen. Úgy működik, hogy bejön 6-8 kutya, és igazából nem tudunk körökbeadni. Így aztán mi történik? Ugye egy hónapban mondjuk rajtunk maradt plusz 20 kutya, és ezt már így nehezen lehet kezelni. A menhely vezetője azt mondja, sok állattartó nem szám figyelmet állataik ivartalanítására, oltására, csippel való ellátására, és a feleslegessé vált kölyköket kidobják az utcára, ezért van tele egy ideje a menhely. Ezek az emberek kidobják a felnőtt állatot, kidobják a kölyköket, bármit, és senki nem tud velük kezdeni semmit, mert nincs felelősségük, és igazából többnyire nincs jövedelmük, meg se büntetik őket, és ez az a réteg, akiktől a legtöbb kutya bekerül hozzánk. Fiát Szilvia azt mondja, nem tudnak több állatot befogadni, nincs elég hely. Bővítésre, az épületek felújítására pedig nem lát esélyt. A személyi jövedelem adó 1%-ából befolyt 11-12 millió forintból, és támogatóik felajánlásaiból épp a működési költségeiket tudják csak fedezni.